A demenciával élőkre hívta fel a figyelmet az a táncforgatag, ami megtöltötte a Túrmezei Erzsébet rendezvényteret Tamásiban. A szenior tánccsoportok az Alzheimer világnaphoz csatlakozva gyűltek össze, és töltöttek el egy kellemes délelőttöt. A táncosaink Dombóvárról jöttek, az örömtáncosok Kaposvár és Tájékáról vannak itt, Gyönkről vannak itt az örömtánccsoportok, és Pécsváradról vannak itt a Nyugdíjas Egyesületnek az örömtánccsoportjai. És az én csoportom, a Tamási és a Hölgyésziek vesznek részt ezen a rendezvényen. Én úgy látom, hogy nagyon jól érzik magukat, és nagyon jól összejött, mert könnyen el lehetett őket invitálni. Nagyon aktívak voltak ahhoz, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen. A szenior tánc az sok mindent ad a résztvevőknek. Legelőször is ugye van nekünk a mozgás öröm agytorna, és az agytornát emelném én itt ki, ugye, ami felelős azért, hogy a demenciát, az időskorú betegséget visszaszorítsuk egy kicsit, és akkor a táncban bent van a mozgás, az öröm, a siker élmény, és az, hogy egy jó közösséghöz tartoznak, és kikapcsolódnak ebbe a másfél órába, ami foglalkozáson részt vennek, részt vesznek, és ez nagyon jó hatással van a résztvevőknek, a táncosoknak. És nagyon szeretném azt, hogyha még több jelenkező lenne, ismernék meg ezt a mozgásformát, mert ez nem csak arról szól, hogy tánc, ez sokkal több annál. A tánccsoportok számos koreográfiával készültek a délelőtre, amit mindig másik oktató vezénylete mellett táncoltak. A mosoly, a jó kedv nem hiányzott az arcokról, látszott, hogy a tánc valóban pozitívan hat a lélekre is. A koreográfiában igen, vannak könnyebbek és nehezebbek is. Körtáncok, páros körtáncok jelentek meg ebbe, egész rövid kis koreográfiával, úgyhogy, de úgy látszódott, hogy mindenki el tudta sajátítani, volt sikerélmény a csoportoknak. Nem tűztük ki, hogy milyenek legyenek a koreográfiák, megbeszéltük, hogy körülbelül milyen táncok legyenek, ugye körtáncok, páros körtáncok, de itt már ugye azért a Figaro felállás, a négyes felállásba is mentünk, blokktáncok lesznek, és akkor végül is egyformán tanulunk az oktatótársakkal, és mindenki azt hozta, amit ő szívesen le tudott vezetni, megtanítani, könnyebbeket, úgyhogy így választottuk ki a táncokat erre a két óra hosszás kis együttlétünkre. A zene, a mozgás szeretete kell csupán ahhoz, hogy az érdeklődők csatlakozzanak a szenior táncot gyakorló társaságokhoz. Szenior örömtánc fantasztikus. Én 5 éve tanítom ezt a táncot, nagyon nagy sikerrel, úgy is mondhatom. Nagyon sok táncossal, több helyen, és azon dolgozunk, hogy hát népszerűsítjük az örömtáncot minél többen, és ez egy csodálatos dolog, hogy a Szenior Örömtánc Szövetség referense, Csirma Szilvia 7 évvel ezelőtt behozta az országba. Boldogok vagyunk. Nagyon-nagyon sok Magyarországon is, nem csak világviszonylatban, hogy az Alzheimer beteg és az Alzheimer hónapban. Az ország különböző részén mi örömtáncosok táncolunk, hogy felhívjuk a figyelmet. Mellettük vagyunk. Nem vagy egyedül Alzheimer, mondtuk ezt, úgyhogy zenével és tánccal, és nagyon szépen köszönjük, hogy Aronka meghívott bennünket ide Tamásiba. Én a Pécset oktatok, de a pécsváradi nyugdíjas klub örömtáncosoknak is oktatom, úgyhogy én így kerültem ide. Nagyon jó a kapcsolat közöttünk, úgyhogy köszönjük a meghívást. Nagyon jól érezzük magunkat. Amikor így több csoport van együtt, közösen táncolunk, akkor a bonyolultabb táncokkal, hát akkor nincs sikerélmény a táncosok között. Úgyhogy én inkább könnyű táncokkal, és akkor boldogan, úgyhogy megmutatom, mutatom, mondom, táncoljuk együtt, és akkor ez sikerélmény nekik itt is. Azt mondanám, táncolj, hogy élj. Élj, hogy táncolni tudjál.
és életünk végéig, hát azért itt az átlag életkor, ez 70 vagy 70 felett vagyunk, nekem a legidősebb táncosom 84 éves, fantasztikus. Hát én se vagyok már, ugye, mai kislány, úgyhogy én is már ebbe a 70-es korban vagyok. Szeretnék legalább 90 éves koromig táncolni, és ezért táncolok, hogy éljek egészségesen. A rendezvény rávilágított, hogy ezzel a mozgásformával a testükön felül valóban agyukat is tornáztatják a táncosok. Én nagyon örülök neki, hogyha ilyen jó szándékú és jó embereket, vagy legalábbis ilyen tudunk támogatni. Ebben én is benne voltam, segítkeztem mindenben is, és mindenben, ami kellett az Arankának segítségére voltunk. Nagyon szeretem, és hogyha ránézel az emberekre, akik itt vannak körülöttünk, mind örömmel csinálja, és tényleg valóban örömtánc. Ez nagyon-nagyon jó dolog, mert együtt vagy emberekkel, vagy emberek között vagy, és élvezed az egész jó dolgokat, amit csinálhatsz. És nagyon jó megismerni azt, hogy más a technikája őnek, más az Arankának, és ezt a kettőt össze tudjuk kombinálni. A szenior örömtánc amellett, hogy kitűnő szórakoztató, szabadidős tevékenység, egy komplex egészségvédő program, amire tárt kapukkal várja a Tamási csoport is az érdeklődőket.